Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Eldőlt, szeptembertől minden bizonnyal többet kell fizetnünk a tejtermékekért. Mékuti Tibor, a tejtermék tanács elnöke, az Alföldi Tej Kft. Ügyvezető igazgatója úgy vélekedik, elkerülhetetlen az áremelés. A tejpiaci válság óta az áfa csökkentésének köszönhetően visszarendeződtek az árak hazánkban, jelenleg a tej ára nem emelkedik. A tej és tejtermékek árában azonban komoly változásokra számíthatnak a vásárlók, elsősorban a vaj, a tejföl és a tejszín drágul. Legkésőbb szeptemberben a tejáremelést meg fogjuk tenni, és ezt folyamatosan emelni fogjuk az elkövetkezendő időszakban. Ugye az első 5 hónap mindig egy tejtermelési válságot jelent. Ezzel kapcsolatban például a spotpiaci árak 18 és 22 cent között voltak. Ez azt jelenti, hogy a magyar tejágazat kb. 45-50 forinttal magasabb tejárat fizetett, és próbáltuk stabilizálni a nyers tej felvásárlási árát. Ez nagyon lényeges, mert 2016-ban a kormánynak az volt a döntése az áfa csökkentéssel kapcsolatban, amit megtettek 2017. január 1-ével, ugye a nyers tej, illetve a friss tej áfájával kapcsolatban 18%-ra, 5%-ra csökkentették, hogy emeljük a nyers tej árakat, a másik oldalon pedig a kiskereskedelmi láncok legalább 85-90%-ban magyar tejtermékeket vásároljanak. Na most ugye itt a áfa csökkentés fogyasztói tejnél megvalósul 2019. január 1-től, itt az UHT és az ESL tej vonatkozásában is. Én ez úgy gondolom, hogy ez komoly döntés volt, és nagyon örülök, hogy a kormány így döntött, mert ez jelentős lehetőséget ad a tejágazat számára. Egy évvel ezelőtt is jelentős mértékben emelkedett a tejszín és a tejzsír ára. Ez mindenképpen azoknak az állományoknak kedvez, ahol magas a tejzsírtartalom, ez fajta kérdés is. A Holstein állomány, ami az országban jellemző, 3,5 és 3,8 zsírszázalék között tud termelni. A jelen pillanatban a klímaváltozás miatt nagyon komoly beltartalmi érték csökkenés van, tehát a zsír és a fehérje vonatkozásában. Körülbelül a zsírnál ilyen 3,55-3,58%, a fehérjénél pedig 3,1 és 3,15 között van. Ez nagyon komoly csökkenést jelent, illetve a tejvolumen is csökkent 6-8%-kal már gyakorlatilag júniustól. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a vásárló ezt miként érzi meg, hiszen óhatatlanul is lesz az árakban is változás, mégpedig nyilván felfelé. Gondolok itt a vajra, amely eddig is elég drága volt, a tejszín nem különben. Így igaz, tehát itt a tejföl vonatkozásában is körülbelül 1 kg tejföl egy olyan 150-180 forinttal fog emelkedni, a vaj vonatkozásában pedig egy ilyen 350-380 forinttal. Jelen pillanatban a 40%-os tejszín ára a spotpiacon 2,85 és 3 euró között van, tehát ez rendkívül magas, és érzékelhető, hogy a vajárak is folyamatosan növekednek, tehát már Németországban 6100 euró fölött van a egy tonna vajnak az ára. Tehát ezeket az áremeléseket meg kell tennünk, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor utána nem tudjuk emelni a felvásárlási árakat, a nyerstej felvásárlási árakat, és miután én úgy gondolom, hogy minden hazai tejipar fejlesz, nagyon fontos lenne a következő időszakban, hogy a termelők folyamatosan jó tejet és magas beltartalmi értékű tejeket termeljenek. Ugyanakkor azt figyelhetjük meg, hogy a nagy áruházláncok polcait elárasztják az importtejek, amelyek olcsóbbba kerülnek. Nyilvánvaló, hogy itt arra kell figyelnünk, hogy ez felesleg abban az országban, ahol ezt termelték. Tehát ennek ez az elsődleges oka? Tehát ne dőljünk be, ha úgy tetszik, az olcsó külföldi tejnek? Nem szabad bedőlni az olcsó külföldi tejnek, ez az egyik, a másik pedig én úgy gondolom, hogy a fogyasztóknak is foglalkozni kell azzal, mert a Magyarországon elállított tejtermékek nagyon jó minőségűek, és ugye itt elkövetkezendő időszakban lesz egy megbeszélés az Agrárkamaránál, kiskereskedelmi láncokkal, és mi azt szeretnénk, hogyha a teljes fogyasztói tej 100%-ban Magyarországról kerülne a kiskereskedelmi láncokba és a fogyasztók elé. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban nagyon komoly marketinget csináltunk, hogyha most megnézzük ezt a tejkamiont, több mint 55 ezer gyerek nézte meg a tejkamiont, és a tejkamionban meg tudták
nézni azt, hogy Magyarországon a feldolgozóipar milyen tejtermékeket gyárt és milyen jó minőségűt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a fogyasztói tejek 2019. január 1-től kb. A 8-10%-kal fognak csökkenni. Ez egy jelentős lehetőséget biztosít a fogyasztóknak, és én merem remélni, hogy 100%-ban kizárólagosan csak Magyarországon elállított tejtermékeket fognak vásárolni. Tehát a szaktárca, a kamara, illetve a terméktanács együtt gondolkodik, nyilván megoldást keres a másik oldalról, de mi az unió véleménye, az uniós tagországok véleménye, hiszen az Unió Mezőgazdasági Bizottsága ilyenkor azért állást foglal ebben a kérdéskörben is. Igen, hát az uniónak az a véleménye egy-két országnak, hogy amikor tejtöblet termelés van, akkor Közép-Kelet-Európába ezt alacsony áron le lehet vezetni. Én úgy gondolom, hogy ez nem így működik. És hogyha megnézzük a többi országokat, például Németországot, Franciaországot, Lengyelországot, semmilyen import terméket nem vásárolnak. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt meg kell valósítani Magyarországon is, és ez az áfa csökkentés, amit a kormány jóvá hagyott, ez egy nagyon pozitív irány, és a fogyasztói tejeknél én azt gondolom, hogy 2019-től kizárólagosan csak Magyarországon elállított tejtermékek lesznek. A tej felvásárlási ára 2017-ben 25%-kal növekedett. Az évvégi 100 forintos hazai tej felvásárlási ár már csökken, az első negyed évben pár forinttal már aratta maradta a tavalyi év végének. Az év eleje óta, amikor időszakosan tejtöblet van, akkor lefelé mennek az árak. A gazdák arra számíthatnak, hogy valamennyit csökken az ára következő negyed évben, és onnét pedig újra emelkedik. Negyedik alkalommal rendezték meg Pákozdon a Gasztrofesztivált. A rendezvény nem okozhatott csalódást, a legkisebbektől a legnagyobbakig kiváló programok várták a résztvevőket. Idén is a határon túli magyar borok találkozója tette még különlegesebbé a fesztivált. Ahol a bor, az étel és a jókedv találkozik. Ezzel a mottóval szervezték meg az idei Gasztrofesztivált Pákozdon, ami az előző évekhez hasonlóan idén is nagy népszerűségnek örvendett nem csak a pákozdi, de a környező falvak lakói körében is. Az elsődleges cél a hagyományteremtés volt, mára azonban már sokkal inkább mondható egy baráti, jó hangulatú összejövetelnek, emelte ki a falu polgármestere. A rendezvénynek az alapmotívuma mindegyik pákozhoz kötődik, a bor is és a gasztronómia is, elsősorban a ételek. Ez erre alapul a rendezvény, és ami specialitás a bor vonatkozásában az az, hogy a határon túlra került történelmi borvidékeinkről hívunk meg minden évben borászokat. Hála Istennek az idén is megtiszteltek bennünket, és remélem, hogy ennek a rendezvénynek folytatása is lesz, évről évre meg fogjuk tudni rendezni, és mindig jönni fognak a barátaink is, testvéreink is, hogy egy kellemes napot tudjunk produkálni az itt élőknek, az ide látogatóknak, hiszen szeretettel várunk mindenkit, a turista itt a környékben, őket is. És ön szerint a közösségépítés szempontjából miért fontos ez a rendezvény? Az eddigi tapasztalatok alapján mennyire népszerű az emberek körében? Egyre nagyobb a fogadókészség, és hát ugye azért a településnek is fontos az, hogy legyenek ilyen rendezvények, hiszen a kulturális csoportjaink is szerepelnek, a környékbeli települések kulturális csoportja is, és így össze tudjuk hasonlítani, hogy hol tartanak a mieink, mire képesek, és nyilván az itt élő embereknek egy jó érzés, egy jó kötődés a közösséghez az, hogy láthatják, hogy milyen produkciókkal tudunk előállni. A fesztivál egy igazi specialitással is kibővült idén nyáron, hiszen a határon túli borok találkozójának is otthont adott. Száraz és vörös borok igazi különlegességek is képviseltették magukat, köztük a felvidéki Zsigmond és muravidéki Rozsmán borászatok. Ezek mellett persze a magyar pincészetek is bemutatkoztak. A délvidéki borászatok közül a Cifra pincészet 9 féle ital különlegessége, köztük a kadarka és a Pinot Noir volt a legnépszerűbb a borkóstolók körében, a szakértők szerint a termesztés miatt. Valószínűleg a termesztési technológia és az előletes technológia is olyan, hogy minden olyan anyag megmarad a borban, amit a szőlőből ki lehet hozni. Tehát organikus termesztés és organikus borászattal készítik a borokat.
A fesztivál másik hagyománya a főzőverseny, ami idén a tradicionális halételek mellett a vörös hús pörköltel is kibővült. Ebben a két kategóriában indulhattak a versenyzők. Valamivel talán egyszerűbb a hús pörköltek elkészítése, ám jóval időigényesebb is. A legtöbben, akik emellett döntöttek, egy nagyobb csoport számára főztek. Egy vörösboros marha pörköltet készítünk, aminek az alapja a rengeteg vöröshagyma, finom fűszerek, só, bors, borókabogyó, egy kis babérlevőllel, és most éppen ezen ügyködünk, hogy ezt a rengeteg mennyiséget átforgassuk, mert elég nagy csapattal fogunk délután indulni a versenyen, és most éppen ott tartunk, hogy pirítjuk a húst, nagy lendülettel, de elég nagy mennyiség, úgyhogy ez kicsit nehezen fog átfőni. És miért született meg az ötlet, hogy pont ezt a pörköltet csináljátok meg? Igazából ez az egész rendezvény a halról és a borról szól, de úgy gondoltuk, hogy elég sok nevező fog halételt készíteni, úgyhogy mi egy kicsit változtatni szeretnénk ezen a hagyományon, és mi a marha pörkölttel fogunk indulni, mert úgy gondolom, hogy ezt nagyon jól el lehet készíteni, egy kis vörösborra, olyan fűszerekkel, ami így megspékeli egy kicsit, és a csapatunk ezt szereti inkább, mint a halat, tehát tulajdonképpen ennyi az egésznek a lényege. És szerinted miért jó ez az egész Pákozdi Gasztrofesztivál? Miért van egyáltalán ekkora sikere az emberek körében a gasztronómiának manapság, és miért ennyire elterjedt? Hát az alapvető szükségletünk az evés és az ivás, és ilyenkor összejönnek a barátok, társaságok, régen látott ismerősök így a falun belül, vagy esetleg más városokból, falvakból, és egy jót főzünk, iszunk, eszünk, beszélgetünk, igazából a hangulata és a társaság miatt csináljuk igazából. Nagyon sok színes program van, rengeteg fellépő, katonazenekarok, néptáncműsor, citera, tehát én úgy gondolom, hogy egy akkora hagyományőrző szerepe van ennek, amellett, hogy mi egy jót mulatunk a baráti körre, hogy érdemes egy ilyen részt venni, és egy kicsit megmozgatja a települést. Az egész falu összejön ilyenkor, jól érzik magukat az emberek, tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen kell, legalább egy évbe egy-egy a falunak. Halételekkel csak kevesebben, de annál nagyobb sikerrel próbálkoztak. Ezek közül sem a megszokott halászlével készültek az indulók, igazi hal specialitásokat lehetett kóstolni. Egy bakonyi halgombócleves, kapros galuskával, ugye halgombócokkal, halfiléből csináljuk a gombócot bele, és még lesz benne ponty patkó, és akkor emellé lesz egy ilyen házi kapros dübbencs, az egy, amilyen kacsazsírból készült, ilyen péksütemény, az így mellé lesz tálalva. Most vagyunk kész a alaplével, most fogjuk berakni majd a gombát, befűszerezzük, gomba megy bele, utána tejfölös habarás, és akkor utána jönnek majd a gomb. És a citrommal, úgyhogy ez a igen. Extra, ezt citrommal. Már megfogadtuk, igen, mert a zsűrizés alapján tavaly a harmadik helyen végeztünk, és a zsűri mondta, hogy akár nyerhetünk is volna, hogyha esetleg egy kis citromot teszünk mellé, úgyhogy ezt idén pótoljuk, úgyhogy reméljük a legjobbakat. Igen, ezt abszolút amúgy ki kell emelni, hogy tavaly itt indultunk, már harmadikak lettünk, és a tanácsokat megfogadva megpróbálunk idén jobban teljesíteni. És azt lehet tudjátok mondani, hogy miért a halétel főzése mellett döntöttetek? Mert ugye vörös húsból is lehetett pörköltet csinálni, és ahogy itt láttuk, az kicsit népszerűbb egyelőre, többen próbálkoztak a pörköltel. Azért van meg könnyebb megcsinálni az egyéb ételeket, mint egy halételt. Szóval ez a halétel, ez körülbelül úgy egy hete készül, mióta a pontyot megvettük, megpucoltuk, elő készíti az ember, szóval most át lehet menni a könnyebb útra szerintem, hogy megcsinálok egy pörköltet, de ez lehet, hogy ez csak az én véleményem, mi nagyon szeretjük a halételeket. És ez eredetileg egy halfőző vagy halászléfőző fesztivál volt, úgyhogy maradunk a hagyományoknál. Tavaly ez még csak sima, ez tavaly csak halételt lehetett főzni, szóval. Halat készíteni mindig nehezebb és körülményesebb, úgyhogy meg kell becsülni, aki sokat vívódik egy ilyen étellel. Köszönjük szépen! Plusz tavaly számunkra ez egy ilyen félig meddig kudarc volt, hogy szerintem egy csúcs étellel csak harmadikak lettünk, mert volt egy ilyen kis nüansz. Idén megpróbálunk előrébb végezni dobogon. Ilyen színpadon találkozunk. A bakonyi halgombóc leves a zsűri tetszését is elnyerte, hiszen végül ez a csapat végzett az első helyen. Az egymással való versengés persze csak másodlagos volt a főzőversenyen. Mindenki körbejárhatott és megkóstolhatta a másik főztjét, esetleg el is csenhetett egy-egy jó praktikát.
A Szőlőspelkozdi Gasztrofesztivál tehát idén is rászolgált jó hírnevére. A kellemes hangulat jellemzett minden programot. A szervezők a felnőtteknek színvonalas színpadi produkciókkal, a kicsiknek pedig érdekes játszóházzal, arcfestéssel és lufi hajtogatással is készültek. Másodszor is megrendezték Pázmándon a Spájz Egyesület szervezésében az aratónapi mulatságot. Az érdeklődők foci versenyen is részt vettek, illetve az idei év újításaként a legények és a ténsasszonyok megmérethették magukat a hét próbán. Egész napos programokkal a traktoros felvonulás, foci és főzőverseny mellett például tehénfejéssel is várták a Pázmándra látogatókat a júniális aratónapi mulatságon. A Pázmándi Spájz Egyesület elnökének elmondása szerint a tavalyi majális szervezése adta az alapötletet, amit egy hónappal később, éppen Péter Pál napján az aratás idején rendeztek meg. Hát igazándiból ennek az ötlete úgy keletkezett, hogy tavaly szerveztünk egy majálist, egy május 1-jét. Úgy gondoltuk, hogy egy hónappal eltoljuk ezt az időt. Ez pont Péter Pál napra, aratás napjára jött az időpont. Így az aratás köré fonjuk ezt a mai napot, ez köré szerveztünk mindent. Kora reggel szerveztünk egy traktoros felvonulást. Itt is igazán a hagyományokat akartuk őrizni, mert ugye az egyesületünk tevékenységében a hagyományőrzés is bent van. És kora reggel egy traktoros felvonulással kezdtük, és utána itt a sportpályán egy egész napos szórakozás, vetélkedés, egy főzőversenyt hirdetünk, a régi hagyományos ételek, igazándiból modern ételek is lehetnek, nincs megkötve. Délután egy színpadi fellépések lesznek, szintén a helyi és a környékbeli önként alakuló, szerveződő művész egyesületekből, és a végén egy arató ünnepséggel fogjuk átadni a bálozóknak. A helyi zenekar fog játszani, egy régi pázmáni zenekar, pont erre a napra újra összeszerveződtek, és itt a mulató közönséget fogják szórakoztatni. És a hagyományőrzésen túl mi az, amivel még foglalkozik az egyesület, vagy mi az önök tevékenységi körébe beletartozik? Igazándiból a hagyományőrzésen kívül a fő tevékenységünk, igazándiból őstermelők, kistermelők tömörültek össze, immár lassan 6 évesek leszünk. A helyi termékeket szerettük volna igazándiból értékesíteni. Először próbáltuk, hogy külön-külön próbálunk meg a piacon talpon maradni, de úgy gondoltuk többen, hogy össze kéne szerveződni, össze kéne tömörülni, és minél többen egy helyen meg tudunk jelenni, annál több választékot tudunk kínálni a vásárlóknak, és így már immár 5 éve, hogy együtt menetelünk, válhoz vetve, és úgy gondoljuk, hogy ez jó szerveződés volt. A környékben nagyon sokan kedvelik a termékünket, várnak bennünket sok helyen, mi nagyon szeretettel szokunk megjelenni. A programok tekintetében idén is a változatosságra törekedtek a szervezők. Az előző év tapasztalataiból kiindulva egy fontos újítás volt, hogy idén a legények mellett a Tésasszonyok hétpróbáját is megrendezték, amit szintén hagyományteremtő szándékkal indítottak útjára. Amikor eldöntöttük, hogy szeretnénk egy ilyen fesztivált csinálni, akkor a régi paraszti életből vett játékos feladatokkal céloztuk meg a nézőközönséget, és az első találkozón tavaly igazándiból még csak parasztcsávó fesztivál volt, és akkor az a vád ért bennünket, hogy csak a fiúkra, férfiakra gondoltunk, és az idén bővült ez ki a Tésasszony hétpróbával, ami ugye a Bakterházból vett Tésasszonyt takarja, és az idejében szeretnénk a hölgyeknek is kedvezkedni ilyen hasonló játékos feladatokkal. Úgyhogy lesz az idén tehénfejés a hölgyeknek, lesz vizes ruhateregetés, ruhahajtogatás, tehát egy régi olyan feladatok, amivel a mindennapi életben találkoztam. És a tavalyi tapasztalatok alapján mennyire népszerű ez az emberek körében? Hányan látogattak ki körülbelül a fesztiválra? Hát tavaly 5-600 fő volt igazándiból, satszolni tudtuk, mert igazándiból belépési jegy nem volt rá, 5-600 fő vett tavaly részt, az ide legalább ugyanennyire számítunk. Már most lehet jelentkezni erre a parasztcsáv és a Tésasszony hétpróbára, már elég szép számmal jelentkeztek idáig is. És fiatalok, vegyesek egyaránt, tehát ez nagy örömünk számunkra, hogy nem csak az idősebb, hanem a fiatal korosztályt is érdeklik ezek a régi játékos feladatok. Akkor főzőverseny is lesz itt a mai nap folyamán. Milyen ételek készülnek, vagy itt mi a kritérium, mit kell készíteni? Igazándiból nem voltak kritériumok.
szeretnénk, ha itt is a régi hagyományos ételek készülnek, tehát zömében azért húsból készült húsalapanyagú pörköltek ilyen olyan formába, de nem volt megkötés. Tehát igazából egy baráti társaságok összejövete, és mindenki saját ízlése szerint készíti a főző versenyre az ételeket. És ön szerint, hogyha ezt össze kéne foglalni, akkor a közösség teremtés szempontjából miért fontos ez a fesztivál itt Pázmándon? Mi a legfőbb erénye? Hát úgy gondolom, az összetartás. Az összetartás, a civil szervezetek együttműködése, ugyanis ez nem csak a Spájz Egyesület rendezvénye igazándiból, hanem 14 civil szervezet támogat bennünket, tehát a Lövészklub, a Polgárőrség, a Nyugdíjas Klub, az Őszi Rózsa Klub, tehát igazándiból teljes igénye nélkül 14 szervezet munkája van ebben a mai napban. A próbatételek között szerepelt például ruha és vizes ruha teregetés is, azaz többnyire olyan feladatok, amikkel a régi korok háziasszonyainak kellett szembenézniük. Az alatónapi mulatságon a főzőverseny is nagy sikert aratott, többen a csípősebb magyaros ételek mellett tették le a voksukat. Az egyik bográcsban csülkös babos káposzta főtt. Lényegében ugye a dísztelt hagymára, amit nem szabad apróra vágni, ráteszük a húst, arra kerül a füstölt, ez lehet bármi, szalonna, csülök, ha csontos, akkor igazán finom, és amikor ez nagyjából elkészült, utána tesszük rá a babot, illetve a káposztát rétegezve, ez kemencébe is nagyon finom egyébként, cserépedénybe elkészítve. Hát egy kicsit ugye össze kell, hogy kutyoljuk, de egyébként reméljük a végeredmény jó lesz. És ön szerint miért jó ez az aratónapi fesztivál, amit most már másodjára rendeznek meg? Mi a legjobb dolog ebben a fesztiválban? A főzésen kívül mondjuk, vagy pont a főzés az? Hát szerintem összehozza a falut egy kicsit, tehát azért itt mindenki kikapcsolódik, ugye mondhatom hétköznapokból, amikor dolgozunk, sokan találkoznak, akik ugye egyébként nem találkozunk, csak ritkán, meg hát igazából jó a hangulat. A fiatalok sem unatkoztak, hiszen a foci pályán barátságos mérkőzések zajlottak a pázmendi és környező települések foci csapatai között. Két hét múlva pedig hagyományosan immáron 9. alkalommal a veterán autó és motoros találkozóra is itt kerül majd sor. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten. Minden jót kívánok, viszontlátásra!